Mátyás király uralkodása. Már biztos sokat hallottatok Mátyás királyról, a legendásról, aki a mesékeknek a főszereplője. Hogy milyen is volt az igazi Mátyás király, azzal fogunk foglalkozni most, ez alatt a rövid idő alatt. Arról már volt szó, hogy Mátyás király Hunyadi Jánosnak a kisebbik fia, és Kolozsváron született 1443. február 23-án. Viszont, mint ifjabb gyermek, nem sok esélye lett volna arra, hogy a trónra kerüljön. Mégis ő lett az egyik legnagyobb uralkodónk. Hogy hogyan került a trónra, erről nézhettek meg egy rövid videó bevágást. Ki tudja, hogy ez a fiatalember, aki Benczúr Gyula festményén éppen elbúcsúzik a híveitől, vajon milyen király lett volna? Mert a nagy valószínűséggel ő, vagyis Hunyadi László lehetett volna 5. László után a következő magyar uralkodó, hiszen 7 vagy 10 évvel idősebb volt az öccsénél Mátyásnál, aki 5. Lászlót követte a trónon, és az apja, Hunyadi János, nagyon tudatosan magas tisztségre, tehát a legmagasabbra nevelte László fiát. A sorsa szorosan összefügg az apja Nándorfehérvári halálával. Ugyanis a király 5. László az elhunyt Hunyadi János egykori tisztségeit a Hunyadi párt várakozásával szemben a nagy törőperű legnagyobb ellenfelének Cillei Úriknak adományozta, aki ugye 5. László gyámja nevelője sokak szerint a rossz szelleme volt. És egyúttal a király kinevezte Cilleit főkapitánnyá is. Na ez együtt járt azzal, hogy felszólították a két Hunyadi fiút, hogy a kezükön levő királyi várakat, köztük az apjuk által megvédett, és nyilván Hunyadi János nevével szorosan összefort Nándorfehérvárt is, azonnal adják át az új főkapitánynak. Gondolom, hogy a két Hunyadi fiú ennek a királyi parancsnak hát nem nagyon örült. Valószínűleg soha nem fogjuk már megtudni, hogy pontosan mi is történt 1456. november 9-én itt a Nándorfehérvári várban. Cilleiék azzal vádolták a hunyadiakat, hogy az egész váratadási ceremóniát egy előre kitervelt merényletre használták fel. A hunyadi hívek viszont éppen hogy a cillei pártot vádolták azzal, hogy a váratadás közben meg akarják ölni Hunyadi Lászlót, aki erről tudomást szerzett, és ezért csak a fegyveres kíséret nélkül engedte be 5. Lászlót és Cilleit a várba. Mindkét oldal a másikat vádolta azzal, hogy a vita hevében melyik fél rántott először kardot. De tény, hogy Hunyadi László hívei a király szeme láttára megölték Cilleit, aki ráadásul a király nagybátyja volt. Nincs mit szépíteni, itt egy politikai gyilkosság történt, ami alaposan felkavarta a közvéleményt. 5. László színleg megbocsátotta Cillei halálát, sőt, Hunyadi Lászlót főkapitánnyá nevezte ki, majd néhány nappal később Temesvárott Szilágyi Erzsébet kérésére kezét a Bibliára téve megesküdött, hogy a Hunyadi fiúnak nem lesz bántódás a Cillei halála miatt. Budára érve azonban elpárolgott a király jó indulata, és az áskálódó cillei párti főurak elhitették vele, hogy Hunyadi László király akar lenni, és merényletre készül ellene. 1457. márciusában Mátyás és Lászlót Budára csalták, a híveikkel együtt elfogták, majd felségsértés, árulás és hűtlenség miatt halálra ítélték őket. Végül is Hunyadi Mátyás, valamint Vitéz János, Szilágyi Mihály és a társaik halálbüntetését börtönre enyhítette 5. László, és csak a cillei meggyilkolásában fővétkesnek tartott Hunyadi Lászlót végezték ki itt a budai Szentgyörgy téren 1457. március 16-án. A legenda szerint a hóhér háromszor is elhibázta az ütést, és ilyenkor a szokások alapján kegyelem járt volna az elítéltnek. Hunyadi László azonban nem kapott kegyelmet, és a negyedik csapás már halálos volt. A kisebbik Hunyadi fiút, Mátyást a király túszként vitte magával a Prágába, ahol az esküvét akarta megtartani. De közben megbetegedett, és 1457. november 23-án meghalt. Mátyás pedig ezek után 1458 tavaszán, immár királyként eltemettette a bátyát Gyulafehérvárra, az édesapjuk Hunyadi János mellé. És ha már egy történelmi festménnyel kezdtem Hunyadi László sorsának az elmesélését, hadd fejezzem be egy másik történelmi festménnyel, hiszen a kivégzése jól használható jelképpé vált 400 évvel később, a levert 1848-49-es szabadságharc után a csendes nemzeti ellenállás éveiben. 1859-ben Madarász Viktor a lefejezett Hunyadi László ravatalába mintegy belefestette a jelképesen lefejezett és megalázott nemzet minden visszafojtott indulatát és keserűségét. Egyértelműnek tűnt, hogy a katonai erő az a Hunyadi párt kezében van, tehát bármiféle megoldásnál, a trón betöltésénél őket megkerülni nem lehet. Ugyanakkor Mátyás átkerült 5. László fogságából Pogyebrád György cseh kormányzó fogságába.
Magyarországon hamar kialakult egy kompromisszum a Szilágyi kormányzó, illetve a regnáló nádor Garai László között. Abban állapodtak meg, hogy a Szilágyi párt ellenzéke, Garai vezetett, elismeri, elfogadja Mátyást királyának egy feltétellel, hogy a leendő uralkodó feleségül veszi a nádor leányát, Annát. Ugyanakkor Pogyebrád is elkezdte sütögetni a maga pecsenyéjét, és ő is hozzájárult Mátyás megválasztásához és szabadonengedéséhez, de azzal a feltétellel, hogy Mátyás az ő lányát, Pogyebrád Katalint vegye feleségül. Hogy Mátyás elfoglalhatta a magyar trónt, a belpolitikai feltételeken túl nagyon fontos tényező volt még, hogy őt támogatta a római pápa, hiszen a pápa abban reménykedett, hogy Hunyadi János fia, Mátyás apja politikájának méltó folytatója lesz, és képes lesz tovább folytatni az oszmán-ellenes harcot. Miután így módon mind a kül, mind a belpolitikai feltételek kedvezően alakultak, és Pogyebrád elengedte Mátyást, 56. februárjában Mátyás bevonult Budára, és megkezdte uralkodását. Elnézve itt telente a néhány gyenge jégtábláskát cipelő Dunát, nyilván a legendák körébe kell utalnunk az, hogy Hunyadi Mátyást a Dunajegén választották királlyá. Vagy mégsem. Képzeljék el, hogy az időjárás történet kutatói kiderítették, hogy Közép-Európában a 13. és a 19. század között olyan jellegű lehűlés történt, amelyet nyugodtan nevezhetünk akár kis jégkorszaknak is. Abban az időben egyáltalán nem volt szokatlan, hogy január-februárban valóban befagyjon a folyók vize. Bizony így volt ez 1458. január 24-én is, amikor a királyválasztó országgyűlésre érkező és Rákos mezején a Rákos patak és a pesti városfal között gyülekező köznemesség valóban átkelhetett a Duna jegén Budára, mert hát azért persze a királyválasztó tanácskozást nem a víz fölött a jégen tartották, hanem a budai várban. De hát így végül is a Duna jege, mint átkelőhely, mégiscsak szerepet kapott Mátyás királlyá választásában. Mátyás ekkor 15 esztendős. Nyilvánvalóan nem tekinthető még autonóm politikai személyiségnek. Nagyon valószínű, hogy ekkoriban még azok az emberek irányítják a király lépteit, akik később aztán uralmának, oszlopaival válnak, hol hosszabb, hol rövidebb ideig. Élük ő mindjárt Guti ország Mihálya, későbbi nádor, illetve Vitéz János, Mátyás valamikor nevelője. Tulajdonképpen nagyon jól van az, hogy a bauceni Mátyás király szobornak ezzel a másolatával szemben az 1000 forintos bankjegyünkön látható Mátyás portrén az a legfeltűnőbb, hogy ennek a királynak nincsen koronája. Bár a babér koszorú az antik kultúra iránt rajongó Mátyás jelképrendszerétől egyáltalán nem állt volna távol, de nem ez az oka annak, hogy nincs a fején Szent István koronája. Az ok sokkal prózaibb. Egyszerűen a királlyá választásakor nem állt a rendelkezésére a magyar korona. A magyar korona ugyanis Frigyes német császár bécsi kincstárában raboskodott, Mátyás királlyá választásakor immárva 17 éve. Történt ugyanis, hogy Mátyás elődjének, az őt fogságban is tartó 5. Lászlónak az édesanyja, az özvegy Erzsébet királyné az 1440-es években, hát hogy is mondjam csak finoman, szóval anyagi nehézségekkel küzdött. Ezért aztán a magyar királyok koronáját 8000 aranyért egészen egyszerűen zálogba adta a császárnak. Így aztán 1458-ban először még korona nélkül iktatták be, az akkor persze még nem Mátyás templomnak hívott Nagyboldogasszony templomban. Láttátok a filmből, hogy Mátyást hogy választották királlyá? Mi tartozik a legendák, és mi tartozik a valóság témaköréhez? És az is kiderült, hogy sokáig nem volt teljhatalmú uralkodó, csak miután visszatudta vásárolni a koronát. Az 1464-es koronázás után egy aktívabb külpolitikába kezdett. Erről fogok most én néhány szót ejteni. Mátyás uralkodása során három irányba hódított, ezek közül az egyik, az első, de nem a legfontosabb, a török ellenes háborúk voltak. Főként az uralkodás elején harcolt a törökök ellen, méghozzá azért, hogy minél délebbre tolja a déli végvárvonalat, és ezzel megakadályozza a törököknek az előretörését. Két fontos erődöt vett tőlük vissza, Jajcavárát és Szabácsot. Ez utóbbiról egy rövid részletet nézhettek. Szabács.
Mátyás király 1474-ben éppen Sziléziában hadakozott, mikor aliszendrői bég nagyobb sereggel tört az országra és felprédálta Nagyváradot. Az ország szíve legszebb történelmi központja ellen intézett támadás olyan provokáció volt, melyet Mátyás nem hagyhatott annyiban. Mátyás király az 1474-es esztendő decemberében 3 éves fegyverszünetet kötött a Jagellókkal, így lehetősége adódott, hogy egy délvidéki hadjárattal ellencsapást intézzen a török ellen. 1475 őszén egy tekintélyes 10 000 fős, kiválóan képzett és felszerelt, nyugati hadszíntereken edződött zsoldos sereg lassan, de biztosan vonult a délvidék felé. Szabács egy klasszikus földvár volt, mely a Száva mocsaras árterében épült. Favázas szerkezetét földdel töltötték fel, külső és belső várát is nagy kerekbástyák védték. Széles, vizes árkába vezették a Száva vizét. A földcsáncokat kihegyezett karósor övezte. A török birodalom elit katonái a janicsárok voltak. A főkép összefogott rabszolgagyerekekből felnevelt katonák élete állandó gyakorlással és harccal teltek. Szabjával, puskákkal felszerelt csapataik főképp védelmi feladatokra voltak alkalmasak. Mátyás serege nehéz helyzetben fogott neki az ostromnak. A sereg biztonsága érdekében a tábort további földfallal és vizesárokkal látta el. A Száva folyót magyar hadigályák zárták le, a tábor déli részén pedig egy megerősített hadikikötő biztosította a zavartalan utánpótlást. A török felmentési kísérletek ellen a magyar tábor körül egy külső védősáncot emeltek, amelyet mobil favárakkal, úgynevezett kasztellokkal erősítettek meg. Az ostrom főszintere az északi szektor volt. 18 nagy faltörő ágyújával a puha földerődben csak nehezen okozhatott károkat. Az ostrom érdekében a vizes árkokat feltöltötték, és a várfalakhoz töltéseket és sáncokat építettek, amelyet fakarókkal védtek. A korabeli várostromok eszközei az ágyuk és a hajítógépek voltak. A hajítógépek íves röppájájuk révén kőgolyókkal vagy tüzes golyókkal okoztak kárt. Az 5-10 kilós kőgolyókat kilövő ágyuk hatékonyan voltak képesek a várfalakat lerombolni. A török felmentősereg meg is kísérelte a magyarok elleni támadást. Február 2-án feltűntek az alibég vezette török lovasokból és gyalogosokból álló felmentő hadak. A zsoldos sereg gyorsan reagált. A magyar gyalogság felvonult ellenük, az ostrom folytatására csak a legszükségesebb erőket hagyták. A török sereg a vele szemben húzódó árok és sáncrendszer ellen nem mert támadást indítani. A magyarok viszont ágyúkkal és vetőgépekkel nagy pusztítást végeztek az ingadozó sorok között. Óriási sziklaköveket szórtak a török seregre, míg annak morálja meg nem törött, és harc nélkül rendezetlenül visszavonult a vár alól. A felmentősereg kudarca után az ostrom tovább folyt.
Az ágyuk szünet nélkül lőtték a falakat, viszont a török védősereg a nehéz körülmények ellenére is kitartott. Mátyás az elhúzódó ostrom miatt Cselhez folyamodott. Egy napon megkezdte előkészületeit a vár ostromának beszüntetésére és az elvonulásra. A török mikor látta, hogy a magyar ostromtűzérséget kezdik szétszerelni, már biztos volt győzelmében. Másnap hajnalban Mátyás egy erős seregrészt a vár túlsó, kevésbé rombolt oldalára rendelt, hogy a szürkületben onnan kezdjenek erélyes támadást. A törökök ekkor már nem vigyázták olyan éberen a falakat, így ennek a seregnek sikerült meglepetésszerűen a vár alatt teremni és egyetlen rohammal bejutni. A védőket felkoncolták, a belső várba szorultak pedig megadták magukat. A teljes 1500 fős védősereg megsemmisült, és a felmentő sereg is érzékeny vesztességgel volt kénytelen visszavonulni. Mátyás hadjárata elérte célját. A magyar végvárrendszert egy új, közepes erősségű, de évtizedeken át megtartható erődítménnyel gazdagította. Leghíresebb küzdelme, törökellenes harca mégis a kenyérmezei ütközet volt, ahol Kinizsi Pál és Bátori István Vajda győzött a törökök felett. Most erről is megtekinthettek egy rövid videó részletet. Mátyás király törökellenes politikáját tehát a végvári rendszer megerősítése és úgy általában a status quo fenntartása jellemezte. A törökök sem készültek nagyobb létszámú támadásra, de azért rendszeresen bebetörtek magyar területre, ilyenkor felgyújtották, amit találtak, és zsákmánnyal meg foglyokkal tértek haza. 1479 őszén is egy ilyen rabló útra tört be Dél-Erdélybe, körülbelül 20 ezer török martalóc, mindenféle havasalföldi segédcsapatokkal kiegészítve. Bátori István erdélyi vajdának nem volt ennyi katonája, ezért tisztes távolból követte őket, de nem vállalta a nyílt ütközetet, és közben segítséget kért Kinizsi Pál Temesi Ispántól. A Maros mellett, ezen a Kenyérmező nevű sík területen ütött tábort október 13-án a foglyokkal és zsákmánnyal megrakott, ezért nehézkesen mozgó török sereg, és Kinizsi meg Bátor is felállította velük szemben a sokkal kisebb létszámú csapatait. Bonfini nem sokkal az ütközet után szemtanúkra és résztvevőkre hivatkozva írta meg, hogy hogy is zajlott ez a bizonyos kenyérmezei csata. A törököknek az első támadásukkal sikerült megbontaniuk az erdélyi sereg rendjét, amihez az is hozzájárulhatott, hogy Bátori leesett a lováról, és ez nyilván kisebb pánikot okozott. De nem sérült meg súlyosan, tudta folytatni a harcot, és tartotta a derékhadat mindaddig, amíg Kinizsi a nehéz lovassággal oldalba támadta a törököket. Az egykorú leírások szerint a két kezében két karddal vett részt Kinizsi a küzdelemben, amely estére a törökök szétszórásával és a foglyok kiszabadításával ért véget. A csatát követően pedig, a legendák így mondják, a fogak közé kapott egy török foglyot Kinizsi, és úgy ropta a győzelmi táncot. Az ütközet helyén, az alkenyéri, román nevén Zsibóti vasútállomás mellett egykor felállítottak egy emlékoszlopot egy táblával, melynek a szövege szó szerint a következőképpen hangzott: Magyar Székely Szász és Olá együtt védte itt a közös hazát. Na, ez a tábla már nincs meg, van viszont helyette egy román nyelvű, amelynek a szövegét lefordítottam magunknak, így hangzik. Ez az emlékmű annak a ragyogó győzelemnek emlékére állítatott, amelyet Bátor István Vajda vezetésével az erdélyi hadak arattak a török felett Kenyérmezőn, Kampulpanyi, 1479. október 13-án a temesi ispán és román hős Paul Kinezó segítségével. Na most hát neveket nem nagyon szokás lefordítani, azért én segítségképpen lefordítom önöknek, hogy ki is ez a román hős. Paul Kinezó, magyarul Kinizsi Pál. A másik irány, ahová hadjáratokat vezetett, az Csehország volt. Itt célja a cseh korona megszerzése volt. Hogy miért is? Egyrészt zsoldos hadainak ellátását erről a területről akarta biztosítani. Másodszorban belátta azt, hogy a török ellenes háborúra csak egy jelentősebb gazdaságú és katonai hatalmú állam képes, mint például a német-római császárság. Viszont a német-római császár cseh királyból lehet.
Ezt a célt tűzte ki maga elé Mátyás. Sajnos nem sikerült egész Csehországot meghódítania, és ezen felül egy másik cseh királyt is választottak rajta kívül, ő csak Morvaország és Szilézia királya lehetett. A német-római császári cím megszerzése azonban nem volt egyszerű feladat, főként azért, mert a német-római császár életben volt, és csak halála esetén lehetett volna új uralkodót választani. Ez az uralkodó Habsburg Frigyes volt, aki egyébként is a szomszédos Ausztriának volt a hercege. Ővele már 5. László kapcsán találkozhattunk, hiszen az ő udvarában nevelkedett az ifjú király. 5. László halála után a korona is 3. Frigyes birtokába volt, és tőle kellett visszavásárolni az 1460-as években jó pénzért. A viszony ezután sem volt felhőtlen, és 1480 után már csak Ausztria ellen vezetett hadjáratot. 1480-tól kezdve folyamatos háborút vívott vele, mármint Frigyes császárral. Ennek csúcspontja az 1485-ös hadjárat volt, amely során Bécs Mátyás hódításának esett áldozatul. Erről a himnuszunk is megemlékezik. S nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Bécset olyan fontosnak tartotta, hogy haláláig tulajdonképpen ez a város lett Magyarországnak az új fővárosa.